A TESZED, Tiszta Magyarországért akció hazánk egyik legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amelyet már 11. alkalommal hirdetnek meg. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyék tisztábbá a környezetet a jelentkezők. Ehhez csatlakozott a sátorai újhelyi Georgikon görög katolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképzőiskola és kollégium is. Révész Orsolya pedagógus elmondása szerint, amióta az intézmény tud a programról, azóta minden évben részt vesznek rajta. Nagy örömmel veszünk részt ebben a programban. A mai napon is három osztállyal jöttem ki, a 9. A élelmiszeripari technikus osztály, a 9. B mezőgazdasági gépésztechnikus osztály, és az 1/12 két éves érettségis évfolyamos osztályunk. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a természet tudományos kompetenciáit ugye ezekkel a programokkal tudjuk fejleszteni, felelősségteljes gondolkodásmódjukat, és különösen, hogy a környezetünk rendbetételében, hogy szebbé tudjuk tenni, ez mindig nagyon fontos cél. És hogyha már ezt a szemléletet formáljuk a gyermekeinkben, akkor ők is majd tovább fogják adni az utókat. Révész Orsolya elmondása szerint az iskola oktatási programjában a végzős diákok teljesíthetik a közösségi szolgálatot is. Azonban nem csak az e fajta kötelesség miatt jönnek a diákok tisztítani a környezetet. Örülök ennek a szemészedésnek, mert én is már jó sok embert elítéltem, hogy eldobálják, ez káros a természetre is. Nekem ez a program ez nagyon felevenítő, jó is, közösség is jó, meg főleg azt, hogy a bolygónkat megvédjük és nem szennyezzük tovább. Most két csapatokra vagyunk osztva, most az hát fél zsák vagy félnél több zsák, mert most szerencsére nem volt annyira sok személy, de mikor, hogy változó. A georgikonos diákok a károlyi lakótelepnél gyűjtötték a hulladékot.